Szevasztok, hey! Bősön vagyok Szlovákiában, ugyanis itt edz, itt él az egyik legismertebb és legsikeresebb szlovákiai magyar MMA bunyós Buhinger Buki Iván, aki október 26-án Győrben az Audi arénában fog a Cage Fighting gálán főmérkőzést vívni, címmérkőzést vívni, és erről beszélek most majd Bukival. Enjoy! Csak olyan, hogy dumálunk. Jó. Dumál. Jó. Mikor van ez? Október? Október 26. Október 26, Cage Fighting. Most már csak Cage Fighting. Nem, korábban volt Cage Fighting Szlovákia. Aztán most már... Nem, Cage Fighting Komárnak, Cage Fighting Szlovákia, és most már Cage Fighting. Szerintem ez azért van a Veszeli Tomék részéről, hogy ilyen nemzetközileg akarnak gondolom terjeszkedni, és akkor Győrben lesz október 26-án. Cage Fighting 7. Ami, hát az Audi arénában először van Győrben MMA rendezvény, és mindjárt egy ilyen kemény bekezdése jönnek a Tomék, és ennek céljából, hogy frankó legyenek rád, olyan neveket választottak, szedtek össze a magyar piacon és a szlovák piacon, még Buhinger Iván, akit hát az igazi hardcore fanok évek kezdődött láthattak utoljára Magyarországon. Sziasztok! Igen, hát én már régen bunyóztam Magyarországon, kicsit. Azt a kurva. Hozzak valami ízét, súlyt. Jó ez. És akkor nem fog bűnni. Ez benne marad el. Nem engedi a kamera bemutatkozni Bukit. Szóval Buhinger Iván. Ciao. Na akkor én már ugye régen bunyóztam Magyarországon, már én régóta úgymond külföldön nyomatom a bunyókot. Cage Warriors, a M1 Global és Furt Oroszba, meg külföldön voltak a versenyeim. És most jött ez a lehetőség Veszeli Tomitól, hogy a Cage Fightingon bunyózzak Győrben. És mivel semmi, nem volt terve semmilyen meccsem egyenlőre, akkor elfogadtam a felkérést, és egy nagyon komoly, szerintem egy olyan nagyon ügyes fiatal srác lesz az ellenfelem, egy orosz, megint egy orosz ellenfél. Nekem mindig ezek oroszok jutnak, de mondta a Tomi, hogy annyira szívesen akarnak volna bunyózni, mert mindegyik meg akar engem ölni. Én komolyan elmentem Oroszba is, vagy akárhova, és nem bunyóztam, hanem elmentünk egy amatőr orosz bajnokságról, világbajnokságról voltunk, és néztek rám a oroszok, a fiatal gyerekek, hogy olyan csúnyán néztek rám, rendesen zavarba voltam, mindenki tudta, hogy ki vagyok, és tudták, hogy én velem akarnak jönni, már olyan nagy nevet csináltam én magamnak Oroszországból, hogy engem akarnak kivégezni most már. Nem van, globálban volt tehát a bajnok, és igen. Akkor ott az oroszokat vette sorba, és innen jön ez a... Igen. Meg előtte is már volt több ellenfelem orosz csecsen, és azokat is, nem mondom, hogy mindegyiket, de nagyját azért meg tudtam várni. Hát még 10 éve mentél, mert be... Na, az igen. Körülbelül még Prágában, igen, ott mondták, hogy lesz valami csecsen ellenfelem, és mondom, jó, van, menjünk akkor, és ezt a marha állati vadékot hozták nekem, az igen durva volt. Aki azóta a UFC-ben van. Most igen, kikapta utolsó meccsit amúgy, de igen komoly eredményeket írt el szerintem. Egyszer találkoztam vele Stockholmban, aztán beszélgettünk, aztán mondom, hogy ismerlek téged, és egész addig vigyorgott.
És én emlékszek arra is, amikor voltam vele, bunyóztam vele, és másik két-három hetire rá elmentünk egy azt nem tudtam, hogy ő ott van Bécsben, egy, a Gym 23-ba elmentünk még a Iliávú, hogy elmegyünk edzenni, és ott volt összes csecsen, akkor is csak én így mutogattak rám, hogy velem akarnak jönni, hogy nem tudtam hova sunnyak. Mondtam is, hogy én nem megyek senkivel, fáj lábom, fáj minden, aztán inkább elsuntam félre. Jaj, mondom, én nem is szeretem ezeket a rosszakat. Na most akkor mégis az, hogy mit lehet tudni a emberedről Győrbe? Emberemről igazából nem tudok semmit, már megfogadtam, hogy nem fogom nézegetni embereimet, csak úgymond a edzőimre hagyatkozok. A Nagy Mariánnak szóltam, ő is fog bunyózni az ennek állán, ha minden igaz. És ő vele úgy mindig együtt edzünk, tudja mik a gyönge pontjaim, tudja mik a erős pontjaim, meg a német menedzseremre, Nilsre. És mindig mondom nekik, hogy nézzék meg a meccseket, és akkor vegyék ki, hogy mire kell vigyáznom jobban, meg miben ügyesebb a srác. És nem nézem az embereimet, mert aztán beszugerálok magamnak olyat, amit nem kell beszugerálnom. Erre így rájöttél eddigi meccseid kapcsán, hogy ez így nálad működik? Most vele gondolok, első 10 meccsem úgy volt, hogy fogalmam se volt, hogy kivel megyek, és megnyertem mind a 10-et. Most aztán jöttek ezek, hogy megnéztem őket, és akkor elkezdett járni agyam, hogy hú, ezt jól csinálja, erre vigyázok, ez igazából jó. De aztán olyan szinten is beszugerálom magamnak, hogy aztán visszaüt. Úgyhogy nem igen akarom, inkább nem nézik. Inkább a negatív dolgokat szugerálod. Az a baj, hogy hogy ezt kellene lehet megfordítanom, és a jó pszichikai részt kellene átvinnem magamba. Uh-huh. Itt vagyunk, az meg most a Mariánnak a terve. Igen, ez a új tömleterem. Már nem is tudom már mióta itt nyomassuk edzéseket. Ki van szőnyegezve minden, úgyhogy szuper helyi edzésekre. Vannak is közös edzéseink, és jár pár ügyes srác, és reméljük, hogy ő belőlük is úgymond lesz valami, ki tudnak bontakozni majd. Megy majd valaki a kárdon, a teremből, vagy csak Marián megtek? A Nagy Marián, igen, fog jönni, én és a Simon Krisztiánon, és egy új feltörekvő tehetség, úgymond. Hát a Cage Fightingban lehetett őt is korábban látni. Igen, már voltak meccsei, és ő is velünk együtt, tehát mindig még fejlesztjük, úgymond, úgyhogy reméljük, hogy kihozunk belőle majd valamit. Tomi mikor keresett meg ezzel a bunyó lehetőséggel Győrbe? Fú, azt nem is tudom, már még augusztus, július közepén azt hiszem, hogy kaptam a ajánlatot. És akkor már még volt az embered is, vagy csak az, hogy mi lenne, hogyha bunyó? Akkor még nem, csak mondta, hogy akkor, mivel hogy elvállultam a meccset, akkor azt mondta, hogy akkor elkezdi keresni ellenfeleket, de rá egy héten belül meg is volt ellenfelem. Komolyan. És nem, küldött, igen, sok mindenkit küldött igazából, de én mondtam, hogy választják ki ők, akit akarnak, én nem fogom válogatni. Én sose voltam úgy, hogy válogattam embereimet, úgymond arra van a menedzser, de nem is szeretek válogatni. Azt mondják, hogy ez jön, és akkor ezzel megyek. Az a Tomit már ugyanúgy régóta ismered, mint a Farkit, aki együtt vannak Komárnóban? Nem. Farkit azt régebb óta ismerem, mert ő volt az a egyik pillér, aki belevitt minket MMA-ba. Ő járt velünk az előtt versenyekre, meg minden, úgyhogy... Nem emlékszem így esélytél róla, hogy még a Pumuklite, Farki... Igen. Igen. Először a Attila ismerkedett meg a Farkival, és aztán a Farkival összeismerkedtem én is, és aztán kerültünk a Pozsonyba. És akkor most október 26-os, durván még egy hónap van hátra, most amikor beszélgetünk, és akkor ugyanúgy követed azt, hogy kimész a MMA Spiritbe edzőtáborozni is meg? Igen, követem, csak most nem voltam egy darabig otthon, és amióta otthon vagyok, már úgy 2-3 hát kezdtem úgymond a kemény főkészülést, és megyek tovább, mert itthon megmondom így, hogy nem tudok olyan szinten edzenni azért, mint Németországba. Az egy biztos dolog. Csak az a helyzet, hogy már kicsit úgy nehezen, nem hogy nehezen rásik, csak fájó szívvel hagyom otthon a dolgokat, mert itt is van már egy bizonyos rendszerem, de muszáj egyszerűen kimennem át is a kvégett. De azért pár szó voltál már, mondom.
Fú, ez már azt hiszem, hogy a hatodik éve, hogy kint vagyok Németországban. Csak most már egyre kevesebb időt járok ki, mert azelőtt voltam, hogy kint voltam egy hónapot, másfél hónapot, most van már csak tényleg, amikor már élesedek, és arra utolsó két-három hétre megyem ki, hogy amikor a sparingok a fontosak, azok a koordinációs mozgások, a flow, és ezeket ott szokom befejezni. Ez így hogy más minőségében edzőpartnerek miatt? Daniel Weichel, meg még a Igen. Már úgy veszed, ők mindig edzésben vannak, én is edzésben vagyok, csak én, hogyha otthon vagyok, akkor inkább a kondícióra, meg a erőre fókuszálok, és akkor hanyagulom a sparingot. És hogyha visszamegyek, ő náluk meg tényleg a sok technika, a sparring, meg ezek a mozgások vannak a földön. Uh-huh. Úgyhogy azért mondom azt, hogy itten főszedem erőt, a kondit, és ottan meg kielesítem magam. Mit szólsz ahhoz, hogy a Daniel Weichel meg a Boni Csádi egy tornán vannak most a Bellatornán? Hát, megmondom őszintén, hogy mind a kettő egymásról akar menni. Weichel is? Nem is a Weichel, hanem a menedzserünk, a Nils mondta, hogy ő örülne, hogyha összekerülnének. De micsoda véletlen, hogy kivisszük Ádámot mi hozzánk, és tényleg, hogy lehet, hogy együtt fognak dolgozni. Én kíváncsi vagyok, mert Ádi szerintem igen, fölfejlődött, olyan szép, olyan jó meccseket csinál, hogy nagy esélye van megnyerni ezt a tornamentet is, szerintem. De pont ahogy szívesen menne Weichel, de ezt még a torna előtt is mondta, hogy... Igen, ő már azt mondta, hogy nem volt úgymond, szerintem nem volt jó ott az a kapcsolat, amikor én kivittem őt, és ez véget lát, hogy egyik úgy pikkel a másikra. Na, mindenki mert maradt egy rossz érzés valahol. Aztán így aztán belát majd fejezni. Jó van. Még annyit akartam hozzáfűzni, hogy kicsit azért félek, hogy Magyarországon van a gála, mert Magyarországon még nem annyira elterjedt MMA, úgymond. De igazából, amikor mink elkezdtük már 10 évvel ezelőtt, már akkor mindenki ismerte a MMA-t, nemhogy ismerte MMA-t Magyarországon, hanem ott kezdődött ez egész, a kempó karate, voltak a puszta kezes küzdelmek, és akkor ott volt a amatőr magyar bajnokság, és akkor azt hittem, hogy egy olyan szintre fölfejlődik majd egy idő után Magyarországon a MMA, de valahogy ez nem. Ez így megrekedt ez a dolog, nem? Ez nagyon megrekedt. Ez mikor volt ilyen 10-14 éve kell? Nem, én amikor elkezdtem 2008-2009, 10 év. De egy idősek meg, nem? 34 vagy? 33 vagy valami. Egyel vagy fiatalabb. Igen. De arra emlékszem, hogy ott volt a fight.hu, meg ilyen oldalak. Igen. Ott voltak a ranglisták, hogy most Magyarországon. Igen. Na igen, én azért mondom, hogy egy kicsit úgy csalódott vagyok, hogy Magyarországon nem fejlődött egy centit se tovább az MMA, úgymond. Mert tényleg vannak ott ügyes rá, csak nézd a Bolis Ádámot, meg minden. És vannak ott még olyan srácok, akik tényleg juthatnak valamire. De így, hogy Magyarországon nem ismerik a MMA-t emberek, így nem kapják meg azt a központot, amit kell lenne kapniuk. Ezzel szemben Szlovákiában megmondjuk, ez már megvan. Ez már megvan. De nem csak bőven a Szlovákia, itt az Oktagon. Igen. Meg a XFN is. Igen. Az is szlovák, nem vagy cseh? Az cseh volt a XFN, csak már tönkrement, ugye pedig 18 ezer ember ott volt a gálán. Esküszöm, hogy én olyan gálát még nem értem meg, és szerintem a életem egyik legjobb meccsit hoztam. És utána meg megszűnik egy ilyen gála, azt nem tudom valahogy állni, de már az, hogy oda tudtak csődíteni 17.500 vagy 18.000 embert, hogy tényleg ki volt adva a O2 Arena, az le a kalappá lőtt. Az Oktagon is hasonló számokat tud hozni, nem? Oktagon is. És egyre jobban jönnek följebb. Ja. Egyértelműen. Hát olyanok, mint a Borázs Gábor, az ilyen, nem is tudom milyen sztárnak számít. Te is, téged is azáltal így tízebe bunyózol. Azt a utolsó egy-két évben ismernek, hogy igazán Szlovákián vagy ilyen szervezet által. Meg az, hogy egyáltalán elkezdik kedvelni az MMA-t. Igen. Ez így működik. Meg Attila is. Attila az most fog menni a Terminátorra. Ez húzós messze. Mindenki kérdezi, hogy mi a helyzet, de én mindig azt mondom, hogy 50-50. Én nekem a számomra a Vemola. A Vemola, hogy is mondjam, technikai szempontból nem jó. Attila az egy komplex. Ő egyértelműen komplexabb, bunyós, jó állásból tudja földön csinálni a jitsus stíleket, de Attilának meg hiányzik a erő szerintem.
ő nem annyira erős, mint a Memola. Úgyhogy azért mondom, hogy 50-50 már a kettő ellentét így összecsap. Tartsátok még a kapcsolatot Attilával? Ó, szokunk beszélni, de itt nagyon ritka. Ő most már Trunava vagy? Ó, igen, Nagyszombatban van. Ja. Neked már igazából utolsó meccseidet ott néztem. Ugye még az M1 időszak elején is elsősorban birkózásokat ott hoztad a meccseidet. Igen. De azt láttam, hogy M1 meccsek végén, meg azóta, ami van, hogy annyira följött a álló bunyód, annyira letisztult, meg ilyen éles volt el. Még az a meccs, amit még vesztettél M1-be, pont se lesz a fiatal gyereknek, Nem szabadott volna elvesztenni. Kicsit szerencsésítése volt a gyereknek, de én akkor láttam először egy olyan álló bunyót tőled, hogy bazd meg, mondom, buki, ez így egy vannak olyanok, hogy tényleg annyira jól érzem magam álló harcba, de vannak pillanatok, amikor ez úgy eloszlik. De egy, ami nem veszik el, az a földharcon. Azt egyszerűen nem tudom elveszteni. A földharc is. És szerintem igen sokat fejlődtem, inkább a jiu-jitsu terén mondanám. Már a utolsó meccseimet majdnem mindig kopogtatásul nyertem amúgy. Mi lesz most a cage fightingba elfogadtad, hogy ezt a mérkőzés lehetőséget? Igen. Ez még egy fiatal szervezet, hogyha mondjuk az M1-hez hasonlítjuk. Vagy mondjuk a XFN-hez bármennyire is. Igen. Ez a dolog. Mi a terve a jövőre nézve? A tervem az, igazából nincsen tervem. A tervem most az lesz, hogy kaptam egy lehetőséget a lengyel szervezetű, a KSV-tű, és azt szerintem, hogyan mondjam, azt szerintem én a KSV-t jobb szervezetnek tartom, vagy egy olyan szintű szervezetnek tartom legalább, mint a M1. Sőt, még lehet, hogy egy kicsivel jobb is, mert tényleg brutális bunyósok vannak ott, és a másik dolog meg az, hogy igen, komoly gálákat csinálnak, olyan gálákat csinálnak szerintem, hogy még a valamikor ugye a UFC is leúszhatná redőnt, mert olyan szintű gálákat csinálnak, annyi ember van, olyan úgy meg van csinálva, hogy igen, komoly, és kaptam tőlük lehetőséget, és szerintem ezt el fogom vállalni. Már konkrét időpont esetleg, vagy csak annyi, hogy mész vagy? Körülbelül, hát így ahogy beszélgettünk, akkor december nem tudom hányadikán, de december első két hetiben lesz nekik versenyük, ahol tér vissza a Mahmet Khalidov is. Az nem tudom hányadikán van pontosan. És ha minden igaz, akkor ő meccset fogok kapni rögtön. De előtte még van úgy a cage fighting, ahol tényleg egy komoly orosz ellenfelem van, és hogyha véletlenül nem nyernék, akkor ezek itt, ezek a dolgok így most szerte mennek. Meg hát a sérülés ne legyen. Meg az, persze. Igen, most kimegyek Spiritbe ásein, és 18-án fogok hazajönni, úgyhogy nem egész 3 hetet leszek ott, és a utolsó hetet már úgymond nem szokom edzeni, hanem utolsó héten már csak a súlyleadással foglalkozok, és azt akkor otthon fogom befejezni. Mert ugye itt van Győr egy köpésre tőlünk, úgyhogy először szinte nem. Igen, régen volt, hogy tényleg, hogy ilyen komoly diétánál már sok, tényleg 12 kilót fogyok a versenyre, és akkor... Azt is mondtuk, könnyű súly, ugye? Könnyű súly, igen. De most olyan súlyban megyünk, hogy 68 kilóba megyünk. Uh-huh. És 80-ról kezdtem a fogyasztás, úgyhogy nem kell 66-ra most fogyasztanom. Uh-huh. Meccsem lesz, 5x5 perc. És akkor mondom, hogy otthon fogom megcsinálni a súlyt, és ez így sokkal jobb, mert otthon úgymond a saját szférámban vagyok benne, és azt tudom, úgy tudom csinálni, ahogy kör, mert ilyen mindig volt, hogy röpülőn utaztunk, vagy valami, és mentünk mindig riportokat csinálni, és az olyan szinten kivett, meg nem tudtam tényleg a fogyasztásra koncentrálni, hogy az igen rossz, úgyhogy ennek most igen örülök, hogy itt lesz tényleg közelben a verseny. Hát én is Győrből jöttem, most bőse 20 perc volt, szóval. Úgyhogy nem gond. Aztán gondolom lesz ott is mérlegelés majd pénteken. Mérlegelés pénteken, igen. Aztán visszatőtt is. Általában vasárnap úgy szokják, úgy mondták, hogy reggel lesz a oficiális mérés, és akkor délután majd meg fogják csinálni a média méréseket. És akkor az így jó, már lesz, van sok idő visszatőtt tenni a másnap estélig. Oké. Okay. Szeretnétek élőben látni Bukit
főleg azok, akik már nagyon régóta követik a pályafutását, mind Magyarországon, mind Szlovákiában, és itt gondolom a szlovákiai magyarokat fogjuk elsősorban elérni ezzel a videóval, akkor október 26-án, szombaton, Győrben, az Audi Arénában van erre lehetőség. Hát szerintem már jegyeket is lehet venni. Jegyeket is lehet venni, és én is igen szeretettel meghívok mindenkit, mert tényleg nem csak én leszek ott, hanem sok mindenki más, nagyon jó kunyósus, úgyhogy szerintem egy nagyon komoly gála lesz. Így van, Magyarország talán legjobban, mert már bunyósait tömöríti most össze ez a gála, és főmérkőzését Buchinger Iván, szlovákiai magyarként megkapva, ez egy nagyszerű lehetőség, hogy megismerjétek őt. Magyarországon is jobban, aki még ezt nem tette volna, és együtt szurkoljon neki, mert mindannyian ott leszünk, én is, és csak arra biztatlak titeket, hogy nézzük meg ezt a gálát. Neked meg sok sikert ezen majd. Osz! Osz!